Köszöntöm a mai rendelő nézőit, jó estét kívánok, és egyben boldog új évet is. A rendelő című magazin első adását láthatják 2015. január 13-án. Szeretettel köszöntöm körünkben dr. Nagyemese főorvosasszonyt, a 60-i Albert Schweitzer kórház onkológusát. Főorvosasszony, a HPV védőoltásról beszélgetünk a ma este rendelője folyamán. Hogyha bemutathatnánk a tévénézőknek, hogy egyáltalán mit lehet tudni erről a injekcióról, erről a védőoltásról, akkor hogyan mutatná be a tévénézőknek? Igen. Nagyon örülök, hogy ez a műsor adásba kerül, hiszen 2014. szeptember óta Magyarországon államilag finanszírozott ingyenes oltásról van szó, amit a 9-14 év körüli közti kislányoknak javasolnak, egészen pontosan a 7. osztályba. És ennek a fontossága azért jó, ha minden szülő felméri és tudja, ugyanis a kötelezően tájékoztatást adó iskolának a kérdésére a szülő kell válaszoljon. Vagyis, hogy beleegyezik a gyerek beoltásába, vagy sem. Tehát amikor egy kötelezően ajánlott oltásról van szó, akkor mint mindenbe bele kell egyezzen az egyén, mivel a gyerek kiskorú, ezért a szülő bele kell egyezzen. Na most fel kell mérni a szülő, hogy milyen előnye jár, és milyen hátránnyal jár. Onnan kezdem, hogy a HPV vírus az egy család, kb. 100 vírus tartozik ebbe a családba, és 1976-ban fedezték fel Harold zu Hausen, aki 2008-ban Nobel-díjat is kapott, orvosi Nobel-díjat is kapott, a HPV vírusokkal történt munkássága miatt. Ő mondta ki először, hogy a HPV vírusok és a méhszájrák szoros kapcsolata fennáll, sőt, ma már bizonyítottan is a méhszájrák keltő vírusról beszélünk. Mint mondtam, kb. 100 vírus tartozik ebbe a családba, amiből 30-40 okoz jó vagy rossz indulatú daganatot. A legfontosabbak azok a magas rizikójúak, amelyek méhszájrákot, méhtestrákot, hüvelyrákot okoznak, de természetesen kimutatták, hogy 80-90%-ban jelen vannak ezek a vírusok a végbél daganatoknál is, a mandula, garat daganatoknál is, és egy csomó jó indulatú elváltozásnál, amik általában visszatérnek. Ilyen a hegyes függöny vagy kondilóma. Tehát van magas rizikójú víruscsoport, ilyen a HPV 16-os, 18-as számú, és van alacsonyabb rizikójú víruscsoport, ez a 6-os, 11-es HPV vírus. És akkor ezen kívül még egy csomó többi a 30-40-ből. Na most a vírus felfedezése után egy olyan munkásság indult be, amelyik azt célozta meg, hogy ha már ez a vírus tudottan rákot okoz, akkor hogyan tudunk védekezni. És a kutatás során kialakult a HPV vakcina. Ezt 2006-ban találták fel, és a világon 2007-ben már be is vezették. Nagyon sok EU-s ország bevezette nemzeti egészségügyi programként, és 100%-osan ingyenesre elérhetővé tette, kb. 19 ország Európában, viszont Ausztráliában vezették be először. Tehát az ausztrál lakosságban ma már több mint 1 millióan kapták meg ezt a vírus elleni oltást, és ott már meg tudják figyelni, hogy 2007 óta mostanáig milyen tapasztalatok vannak. A vakcina az igazából ellenanyag képzést indít be a szervezetbe, és ezáltal védi az egyént a HPV fertőzés ellen.
A vakcinák két formáját állítják elő ma. A Magyarországon ingyen kislányoknak biztosított vakcina a kettő vírus ellen ható oltóanyag, amelyik a 16-os, 18-as ellen hat, tehát a legagresszívabb vírusok ellen. Azt tudni kell, hogy a keresztreakció során további 10 vírus ellen még véd. Ezért a megfigyelések azt állítják, hogy a vakcina hatására kb. 90-95%-os védettséget ad az egyénnek. A 4 vírus ellen ható oltóanyagban olyan vírus ellenanyagok is alakulnak ki az egyénben, amik jóindulatú nemi szervi elváltozások ellen is védenek, ilyen a kondilóma például. Na most azt kell mondjam, hogy az oltóanyag beadási ideje miért esik a 9-14 éves korra. Megfigyelték azt, hogy ez az a korosztály, amikor a legintenzívebben dolgozik az immunrendszer, és az ellenanyag képződés a legintenzívebb ilyenkor. A vakcina felfedezésétől mostanáig azt is megfigyelték, hogy az oltóanyagot az elején úgy javasolták, hogy háromszor kell ismételni, 0 időpont 1 hónapra és 6 hónapra rá, viszont ebben a korosztályban egy olyasmit figyeltek meg, hogy a harmadik ellenanyag oltóanyag beadása kor már az ellenanyag szint nem is emelkedett, tehát ma már 2 oltás is elégnek tartatott, tehát ebben a korosztályban elég 2-szer beoltani a kislányokat, 0 és 6 hónapra. Tehát ezért van az, hogy Magyarországon az oltást így vezették be ingyenesen. Főorvos asszony hangsúlyozta, hogy ez a védőoltás egy kötelezően ajánlott védőoltás, és most a két komponensét is hallhattuk. Arról viszont még nem hallottunk, hogy hogyan terjed ez a vírus, mit lehet erről tudni. Igen. A vírus terjedése az szexuális úton terjedő út, ezért megfigyelés szerint ugye apácáknál nem igazán jelentkezik, és a vakcina bevezetésénél szem előtt tartották, hogy a szexuális élet elkezdése előtt alakuljon ki az ellenanyag termelődés a kislányok szervezetében. Ezért fontos az, hogy be legyenek oltva a kislányok ebben az időszakban. Ha valaki nem kezd nem életet élni, csak sokkal később, akkor igazából nem késett el a vakcina beadásával, viszont 15 év fölött az ellenanyag termelődés szervezetre jellemző szokása miatt már 3-szor kell beadni a vakcinát. Az ingyenesség erre a korosztályra szól. Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy 26 éves korig a beoltás javasolható, abban az esetben, ha előzetesen nőgyógyászati vizsgálat történt. A kockázati tényezőkről is hallhatunk. Most itt elmondtuk, hogy elsősorban szexuális úton terjed. Milyen kockázati tényezői vannak ennek a vírusnak? Tulajdonképpen maga a vírus fertőzés az a lakosság 40%-át, becslések olyanok is vannak, hogy 80%-át érinti. Tehát mindennapos ez a fertőzés, a lakosság, teszem azt, 80%-a átesik rajta, és ebből nem lesz mind daganat, hanem a saját spontán védekező képesség által meggyógyul a szervezet, nincs tünete, nem veszi észre az egyén. A fertőzéseknek kb. 10%-ában viszont a vírus az a mészáj hámsejtjeibe beveszi magát, és ott, ha megmarad fél évig, egy évig,
akkor az úgynevezett perzisztáló, hosszan jelenlévő fertőzés miatt kialakulhat a sejtekben egy olyan elváltozás, ami daganat fele viszi a sejtet idővel. Tehát magyarul a vírus fertőzöttsége ellen úgy védekezünk, hogy ne tudja megfertőzni a szervezetet a vírus, a legagresszívebbek, hiszen ha megfertőzte, már nincs gyógyszerünk arra, hogy egy kialakult rákos sejtet gyógyszeresen kezeljünk, hát kivéve azokat az onkológiai módszereket, amiket aztán majd elsorolok. Természetesen a védekezés során ez a legelső és legfontosabb, hogy oltóanyaggal védekezzünk, és a fertőzést meg se kapjuk, mert nem tudjuk, hogy milyen lesz a fertőzés kimenetele, vagy egy jóindulatú kondilóma, vagy egy rák a mészájon, vagy a hüvelyben, vagy a méhtesten. De viszont létezik rákszűrés is, amivel úgy szintén tudunk védekezni, de ez már csak a fertőzés által kialakított elváltozást keresi, tehát egy kicsit kullog a fertőzés után. Tehát van egy elsődlegesnek nevezett védekezés, ez a vakcina. Az kivédi a fertőzést. A rákszűrés az kivédi a betegséget, hiszen ha kezd kialakulni, akkor egy rákmegelőző állapot alakul először ki a mészájon, és hogyha a nők mennek rákszűrésre rendszeresen 3 évente, ahogy behívásos módszer létezik, akkor észrevevődik a mészájon az a kóros hámsejt, meg a citológiai kenetbe, ami azt vetíti előre, hogy ebből daganat lehet. És akkor az orvos beavatkozik. Tehát tulajdonképpen a védekezés elsődleges, legfontosabb szerepe az a vakcina, a másodlagos az a rákszűrés. Ma Magyarországon azt mondjuk, hogy rákszűrésre minden nő járjon 25 évtől 65 éves kor között 3 évente, de az onkológus azt mondja, és ez behívásos módszerrel tulajdonképpen kézbe van tartva. Az egy más kérdés, hogyha a behívó levelet kidobják a kukába, és az egy nagyon nagy hiba, viszont hogyha az onkológus kérdezik, akkor azt mondjuk, hogy a nemi élet megkezdésétől számítva 3 éven belül el kell kezdeni a rákszűrést, és tulajdonképpen élete végig kell folytatni. Említette főorvos asszony azt, hogy gyógyszeres kezeléssel már nem igazán hivatott beavatkozni az onkológia, de valamilyen más kezelési lehetőségekkel, módszerekkel viszont mégiscsak kell foglalkozni a páciensekkel. Erről mi az, amit el tud mondani? Igen. Tehát először mondtuk azt, hogy meg se történjen a fertőzés, oltás. Második, ha az oltás megtörtént, mint mondtam, 100 féle vírus van, ezért azt mondjuk, hogy a rákszűrést nem szabad akkor se elhanyagolni, mert még olyan vírus jöhet fertőzésképpen, ami ellen nem véd a vakcina. Egy 5-10%-ban. Tehát rákszűrésre járni kell. És akkor a rákszűrés során, ha rendszeresen jár valaki rákszűrése, akkor a nőgyógyász a mikroszkópos vizsgálattal és a citológiai kenetvételi lehetőségével észreveszi, hogy a mészáj hámsejtjében kezd olyan átalakulás lenni, ami már nem a normális sejteket mutatja, hanem egy picikét elváltozik, és egy idő után kialakul a rák. Ez az egy idő után azért 8-10 év. Tehát van egy olyan szerencsénk, hogy hosszú idő áll arra rendelkezésünkre, hogy észrevegyük, hogy itt a baj kezdődik. És akkor olyankor azt mondjuk, hogy a citológiai eredmény negatív. A kolposzkópos lelet, a mikroszkópos lelet negatív. És akkor hazamegy az egyén, és 3 év múlva jön. Ha pedig azt mondjuk, hogy itt van egy kis kérdőjel, mert a sejtek nem egészségesek, és akkor azt mondja a citológus, hogy P3-as, vagy azt mondja a kolposzkópos lelet, hogy kóros hám, de még nem rák, csak rák megelőző állapot, akkor azt mondjuk, 3 hónap múlva jöjjön vissza.
És erre céloztam, hogy nincs olyan gyógyszer, amit adhatnék, hogy elmúljon ettől. Zavaró tényező lehet egy banális hüvelygyulladás, amit kezelek, de nem a HPV vírus fertőzést. 3 hónap múlva, ha ismételten megvizsgálom, és megint egy ilyen eredmény jön ki, akkor muszáj meghatározzam a HPV vírus jelenlétét. A HPV vírus jelenlétével bizonyítom, hogy magas rizikójú HPV jelen van-e vagy sem. Ha nincs jelen, akkor szorosan 3-6 havonta rákszűréssel tovább ellenőrzöm az egyént. Ha pedig magas rizikójú HPV vírus jelen van a HPV teszttel, akkor ott azt a kóros hám területet a mészáról le kell műteni. Ezt a műtétet hívjuk konizációnak, vagy mészáj, hát plasztikának is lehet mondani, de a lényeg, hogy vagy elektromos késsel, lézerkéssel, vagy hidegkéssel el van távolítva a mészáról egy nem nagy terület. A lényege, hogy ez legyen az épben kimetszve. Akkor jön a patológus, és megmondja a szövettannal, hogy tényleg ez csak egy kezdődő, rák megelőző állapot volt, vagy ez már átcsúszott egy rák első stádiumába. Ettől függ, hogy ez a műtét teljes gyógyulást hoz, vagy pedig, ha nem volt az épbe kimetszve, vagy volt egy mikroinvazív jellege, akkor még egyszer meg kell ezt a kis műtétet csinálni. Ha pedig azt írja a patológus, hogy beterjedt a kóros, rákos hámsejt a mélybe, az alaphám, az alaplemezen belül, akkor viszont ki kell venni a méhet. Természetesen a mészájráknak a terjedése alapján kell kiterjeszteni a műtétet. Környéki nyirokcsomókra, a méhet kivenni, az erekmenti nyirokcsomókat kivenni, barometriumokat. Tehát ez egy már egy nagyon nagy műtét, és ezt általában centrumokban végzik. Hogyha a beteg olyankor jön, amikor ez a daganat már egy kialakult daganat, és nem egy rák megelőző állapot, akkor el kell dönteni, hogy milyen stádiumban van a beteg. Ehhez kell MRCT, ultrahang, röntgen, PET-CT vizsgálat, hogy eldöntsük, hogy nyirokcsomó áttét van-e, más távoli szervben van-e áttét. A stádiumok elején még be lehet vetni egy definitív, egy végleges megoldásként sugárkezelést kemoterápiával együtt. De van olyan végstádium fele közeledő beteg is, aki sajnos akkor jön, amikor már semmit nem tudunk tenni. Tehát ez egy igen-igen súlyos betegség, ami rendkívül nagy pénzügyi ráfordítás és társadalmi teher a családnak, a környezetnek, és ez bizony ma is Magyarországon csak nem 500 ember halálát okozza évente. Körülbelül mészájrák az olyan 1300-1400 új beteg van évente Magyarországon, amiből 400-450 meghal évente. És ez azért van, mert már elkésett a kezelésével az ember. Főorvos asszony, így műsorunk végén fölhívjuk a figyelmet arra is, hogy összefoglalóan üzenetként a kötelezően ajánlott védőoltás és nem elhanyagolandó a rákszűrés elvégzése. Ezzel kapcsolatosan pedig a Magyar Rákellenes Ligának is van egy felhívása. Egészen konkrétan a Májva Virág Alapítvány kereste meg itt a 60-i szervezetet. Erről a programról némi ízelítőt mondhatunk a tévénézőknek. Igen, tehát igazából én azt tudom mondani, hogy ha már olyan biztos alapokon állunk, tudjuk, hogy ez a daganatféleségnek mi az oka, hogyan kell védekezni, akkor az a legfontosabb feladatunk, hogy a lakosságot tájékoztassuk minden szempontból, hogy mit kell ő csináljon azért, hogy az egészségét meg tudja védeni. Tehát én most azt gondolom, hogy a szülők a 3-12 éves kislányukat engedjék, hogy beoltassák.
mint a rózsaszín felvonulás az emlőrák felhívás szempontjából ugyanúgy egy gyöngyfűzés van kitalálva, és azt tudom mondani, hogy az oltásnak mellékhatása csak lokális, helyi, pici fájdalom, bőrpír, és semmi egyéb, és az életet kapják meg. Én nagyon szépen köszönöm ezeket a jó tanácsokat, bízom benne, hogy nem talál süket fülekre ez az üzenet, hiszen mindenkinek a saját egészsége a legnagyobb értéke. Én főorvosasszonynak köszönöm, hogy ezeket a tanácsokat, ezeket a tájékoztatásokat megtette itt a Rendelő című magazinban. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy velünk tartottak. További szép estét kívánok, viszontlátásra!